Kolozsváron az elmúlt hétvégén néhány pontszerű eset történt, ami a népszámlálással kapcsolatos, amelyek tudomásunkra jutottak egyrészt annak köszönhetően, hogy betelefonáltak az emberek a zöld számra, amit az RMDS működtet. El lehet ezt még egyszer ismételni? 0800-802-009-es telefonszámra. És mit jeleztek? Négy dolgot jeleztek. Azzal kezdeném, hogy az Alverna utca 59 szám alatt a népszámlálási biztos nem ment be a hátsó épületbe megszámolni az ott lakókat. Tegnap kiküldtük őt, hogy megejtse ezt a dolgot. Néhány helyen csak a kódot írták be a nemzeti hovatartozás esetében. Ott ebben az esetben feldolgoztuk és mindegyik népszámlálási biztos tudomására hoztuk, hogy fontos beírni betűkkel az etnikai hovatartozást, a kódolás azt utólag is megejtheti a népszámlálási biztos, illetve tisztáznom kellett azokat az eseteket, amik egyetemistáknál előfordult, hogy csak az ideiglenesen jelenlévőről szóló űrlapot töltötték ki, és nem a P nevű személyről szóló űrlapot, és ezt is feldolgoztuk, és mindenki tudomására hoztuk. Volt néhány ilyen pontszerű egyéb probléma is, tisztáztuk a radírozható golyóstolnak a helyzetét a december 1 sugárúton. Ott leellenőrizték a kollégák az népszámlálási biztosnak az összes adatlapját, és tisztázták és felhívták a figyelmet, hogy azért kapott golyóstollat, hogy azt használja. Illetve a Mehedinc utcából érkezett be egy olyan panasz, Mehedinc utca 10 szám alól, hogy ceruzával töltötték ki az etnikumot és a felekezeti hovatartozást. Ott a körzetfelelős segítségével leellenőrizték az összes adatlapot, és ahol ilyen esettel találkoztak, ott kötelezte a biztosát, hogy korrigálja és kitöltse. Illetve a Vágóhíd térről érkezett két olyan bejelentés, hogy a nemzeti hovatartozást, illetve a felekezetet egy külön papírra írta fel. Két ilyen bejelentés érkezett ugyanabból a tömbházból. Hasonlóan jártunk el ebben az esetben is, amikor a népszámlálási biztos be lett hívva, átnézték a papírjait, és ezeket a dolgokat korrigáltuk.